Akkor a szövőszék jobb oldalra. Szövőszék jobb oldalra. Igen, így. És akkor innen jössz hátra, bal láb, jobb lábbal hátra lép, így állásba, kiszúrsz a bal kezeddel előre. És elől a bal lábon van a testsúly. Elől bal lábon. Ez a kilépsz így állásba. Ha a jobb lábon van hátul a testsúly, ezt úgy hívjuk, hogy fordított íjállás. És akkor innen jövünk hátra fordított íjállásba, fölemeld a bal talpat, fordulsz jobbra. Úgy kell fordulni, hogy a bal láb 45 fokig forduljon, ha nem megy, akkor arrébb teszed egy kicsit, ráteszed a súlyt, itt van egy nagy törlés, fölemeld a jobb lábat, mint hátlépnél valamit, és leteszed macskaállásba, és lenyomod. A két kéz egymásra merőleges. Hátulról. Ez. Egy szemből. Így néz ki. Az előlévő lábon nincs testsúly. Nincs testsúly az előlévő. De. De ha így emeled, akkor úgy tűnik, hogy van. Úgy kell emelni, hogy a törzs az nem mozdul meg, akkor biztos nincs rajta súly. És akkor átviszed a másik oldalra a kezed. Itt megfogod a befőttes üveget, 5 literes. Tele van bozda szőrte. Fölemeld a lábad, kifordítva leteszed, és előre mész. Itt elengeded a befőttes üvegeket, és ez egy sima térsöprés kézmozdulata. Kilépsz egy nagyon picit hosszabban, beleül, és jönnek lefelé a kezeid egy ilyen tartásba. A testsúly az hátul marad. Hátul. Hátul. És lent. Hátul és lent. Úgy. Kicsit hosszabb állásban. Olyan, mintha lovagló állásban állnál. 45 fokba a lovaglóállás. 45 fokba a lovaglóállás, de jobb lábra teszed a testsúlyt, és úgy van a két kézzel. Ja, így tolt el, a másik megjön előre. Vagy olyan, mintha fognál egy nagy kalapácsot, és azzal odasorznál valakire. Most van nálam egy bot, meg tudom mutatni. Néha szoktak harcolni, hogy de nem úgy van. Oké, de tanuláshoz mindent is bevetünk. Valamint ha fognál egy nagy húsángot, és azzal jönnél előre. Oké, itt el van csúszva, a két kéz lehet mondani, de mégis a két kéznek az iránya, az ez a mozdulat. Igazából nem is ez a csapás van, hanem ezzel a gombbal így lukasztasz valamit. Úgy. Igen. Itt van a fal, láttam ilyen átalakítós műsort, nem tudom mikor, és abban volt, hogy így vágták a falat, és akkor így lukasztották. Igen, felfele. Itt is felfelé néz. Nem, fölfelé néz, a hátul lévő tenyér fölfelé néz. Akkor csináljuk úgy, hogy most arra nézünk karttal. És akkor innen, nem is, erre, igen, kilőjük, és akkor felhőkéz, ez a harmadik felhőkéz, jobbra 45 fok, előre, húzás, ez íjállás, fordított íjállás, és akkor most jön a csapás, fordított íjállásba kilép, íjállás, hátrél, és akkor balra megy a szövőszék, a vetélő vetülék átdobása, majd a nyűszt le és föl, hátrél, fordulsz jobbra, húzás, átdobod a vetélőt, visszajössz, lenyomod, fölemeled és nyújt. Le. Hátra, fordul, és leszorít. Átteszed a másik oldalra,
megfogod a két befőttes üveget, fölemeled, tigris mancs tartás, jössz előre, amikor feled a bal sarkot, akkor kinyílik, félcsöprés mozdulata, és beleülsz. Jobb lábon van a testünk. És akkor fölemelem. Ezután itt is fölemelem. Ez egy olyan tájcsi stílus, ahol emeljük a lábakat. Tehát mi nem a, hogy van a, mi nem lopakodós tájcsit csinálunk, és nem ninja tájcsi. Egy ilyen japán, nem tudom milyen bőrleszkén. Néha ilyen rosszabbnak néz ki, hogy emeljük a lábat, de rengeteg sok funkciója van a lábemelésnek. Még a hasizmokat és a belső szerveket is tudja erősíteni, masszírozza meg, itt segít a kakilásban, mert a végbél, vagy vastagbél utolsó szakaszán, ami van, onnan is ki tudja nyomni a cuccot, hasonlóan a 24 lejkunkhoz, amikor ott is belelünk, azt a szakaszt mozgatja meg. Az egészségünk szempontjából ez nem annyira rossz. Azon kívül itt van ilyen átlépés benne. Itt. Vagyis hát, hogy ez egy dugás. Meg hátra is. Ha nagyon úgy nézem, oké, hogy itt ledöntöttem, de ez kicsit olyan, mint hogy elkapnék egy kart. Azon kívül a bambuszt, ahogy így elteszed, akkor ez olyas, mintha valamit védenél lefelé, vagy húznál, akkor itt ez simán lehet rúgás, ha nagyon akarom, kinyújtom a lábam, és ez egy túrás, ez is egy támadás, tehát itt van valaki, akit a térdem felemelésével akár meg tudok rúgni. Hátrafelé is egy picit olyan a lépés, mintha rúgnál, vagy rálépnél valakinek a lábára, és ezután megy ki a kéz. Hátrévök, itt van egy csapás, így helyet csinálok, meg el tudok kapni bármit, egy kezet, húzás, fordulok, itt is lehet rúgni, és utána egy nagy lenyomás. Másik oldalra a kéz. És jövök tovább. Ez is lehet itt egy rúgás. Szokták is úgy csinálni. Csány stílusban az elég látványos ez a láb behúzás, és akkor úgy lépnek ki, ez lehet térdre, bokára, lehet lábsöprés, meg sima rúgás is. Szíves. Akkor még egyszer. Felhőkén. Csináljunk három felhőkezet. Aztán utána megcsináljuk az egészet egybe. Kettő. Három. És húzás. Csapás. Hátra. Fordul. Húzás. Le. Hátra. Húzás. Hátra. Itt van. Rúgás. Lép. Túr. Hátra. Fordul. Másik oldal, teker, emel, rúg, lépés, és kilép. Okay. Most akkor megint megcsináljuk még egyszer. Ha engem nem látok, mert nagyon hátra kell figyelni, akkor nézzétek őt, direkt nem mondom a keresztnevét, felvételen nem szeretem, a rajta van, mert
nagyon szépen és jól csinálja, és ha hátrafelé néztek, akkor el tudtok fordulni, és így áttükröződik, hogy átfordul a mozdulat a másik oldalra. És hogyha van izé, akkor megfordítjuk a mozdulatot mindjárt, és megcsináljuk a másik oldalra is. Köszi, hogy nézhetnek. Felhőkész. Kettő. Három. És húzás, csapás, hátraforduló, húzás, vetélő, de hátra, húzás, másik oldal, emel. Le. És akkor, hogy legyen egy kis izgalom, rávettük a videóra. És csak a videó, meg aki visszanézi kedvéért, meg még ráférek. Forgassuk.